Itt annyi a veszélyes, hogy nincs, nincs az a hatása ennek a, a klíma Ha az enyém annak tűnt, akkor direkt most szólok, hogy, hogy ne az legyen a hatása, megjegyzem, én még azt se bánom, hogy aki benne, be akar menni a falangszterbe, akkor menjen. Tehát a történelmi logikája most afelé halad, kíméletlenül, hogy ilyen techno falangszereket létrehoznak, 15 perc, zöld, zöld szintű 15 el, perces, várc, 15 várc, 5 perces város, zöld, ez, a, ez a laggal. build back better, meg ez a, tehát ez a New World Order, ez erről szól, hogy a, a zöldre hivatkozva, mondjál le a te emberségedről, az emberséged. és majd azt mi tudjuk, te úgyse tudod, mert nagy a lábnyomod, meg nem tudtál vigyázni, mert elszórakozott, de majd mi vigyázunk, lesznek virtuális tapibárok, Aldous Huxley megírta 32-ben tapivárokig mindent. Tehát, hogy a virtuális szemüveg, tehát sa, teljesen ott van, tessék elvasni, amíg be nincs tiltva, szociográfiaként, mert én szifiként van meg nekem olyan sorozat. Hát ez olyan, hogy az Orwell is, ugye annak idején. Igen, az a, az, a politikai... A disztópiának vertület, írtam, a már kézikönyvként én igen, sajnos. De mindesetre ez, ez, a Huxley-nak, ez nagy, a kelet-londoni keltetőben, ugye az első jelenet, hogy a történet néha tényleg kínos. Satt, tehát nagyon-nagyon komoly Azonban. tanítások vannak benne. Mindenesetre e felé halad a mainstream -ja, ezt látjuk, és, és a, 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 a riogatódás, tehát hogy az emberek felébredése, annak van egy ilyen következménye is, hogy, hogy na akkor még könnyebben beterelhetők, mert tudatosul bennük, hogy hát tényleg nem tudom, meg felismeri, hogy kövér vagyok, ügyetlen vagyok, bén. Nem értek semmihez, csak a számítógéphez. Tehát, hogy akkor és, és, el, és kényelmes vagyok. A kényelem és a vért biztonság oltárán vagy mentén simán feladja az ember, ez a történet tapasztalat, a, az emberségét. Most a szabadság még ezt hagyjuk. Tehát az, hogy ő kreatívan részt vesz a teremtésbe. Tehát egy kicsit teremtését, kis tével a teremtését. De tudod, mit csinál még hozzá? Tehát feladja, megmagyarázza. Megmagyarázza. megmagyarázza és elárulja azokat, akik mennének azt is esetben, lehet, az, az, már gonoszság. Na most itt, jó. De, 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 azt csinálja, hogy pótcselekvésekbe menekül, és, és, nem, nem csak drogokba, meg, meg Igen. különböző ilyen, meg, hanem, 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 mondjuk... De még zöld aktivizmusba is. Ezt az, a, na, az pont ezt akarom, hogy az zöld az. aktivizmusba, meg mindenféle olyan podcastet, meg videót néz, nem amilyenket, mert itt azért próbálunk objektíven beszélni, meg, Ez meg most legalábbis jó mennyire van. sikerül, nem tudom, néha ördögügyvédjét játszom azért, hogy, a, meg, hogy mondjam, az egészet a valóság kontextusába helyezzem, de amikor valaki azt mondja, hogy hát igen, neki elege van ebből a világból, mert, mert látja, hogy mondjuk látja, hogy nem jó az irány, nem jók a dolgok, de a kényelmét már nem szívesen adná föl, és, és meg me, me, behódol az államnak a feletteseinek, a cégvezetőnek, valamilyen, nem tudom, a, 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 a családfőnek tök mindegy. Ennek az és, új valóság. De ugyanakkor közben meg még elmenekül a saját kis világába, és megnyugtatja a saját lelkiismeretét azzal, hogy azért megnéz egy olyan videót, ahol megmond, jó, megmondják ezeknek, de ő nem, nem csinál hát semmit. Szavaz David vagy, nem Hát nem igen, vagy, vagy szavaz valamilyen olyan szélsőséges, egyébként, hogy mondjam, fantasmagóriákat kergető politikai formációt, és nagyon nehéz, és még csak, még csak nem is, nem is vedhetek rájuk követ, mert borzasztó nehéz az embernek ebben a, ebben a mostani helyzetben nem csak látni a problémát, és nem csak szörnyűködni a problémán, vagy kiakadni rajta, vagy sajnálni a világot, vagy tökni valami, hanem tényleg mit tehet az egyes ember? Jó, hát ez a klímaszorongás témája, amire én, én nekem ugyancsak van egy hármas válaszom, hogy a klímaszorongást azt, azt mi kelti, és mi a, mit lehet hogy mondja, mi a megoldás kimenekülés belőle. Egyrészt kelti szerintem a becsapatság érzés. Tehát érezzük, hogy ez a világ nem az, aminek mondják. Hogy hamis, hogy, hogy sa, tehát nem, ki hogy meri kimondani, de azért lehet most már érezni ezeket. De egész mondaték, hogy a kenyér nem kenyér, a tej nem kenyér, tehát a, a, a konzervatív nem konzervatív, a liberális nem liberális, sa, tehát hogy ezek nem igazak ezek a dolgok már. Tehát így az egész. És akkor a szellemileg elveszti a, 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 kapaszkodókat. Hoppá, tehát szorongás, ugye, a, 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 a nem tárgyas út félrem. A másik a tehetetlenség és hogy hoppá, én benne vagyok egy olyan rendszer, ebben a rendszerben, egy olyan helyen vagyok, ahol szűk, korlátozottak a tehetőségeim. Egyszerűen betettek, vagy vettem egy nagy 100 százmillióért egy lakást Budapesten, óriási vagyonom van elvileg, az ablakemelőm is új az autóba, de nem jutok hozzá a természet működéséhez szoktam mondani, a vagyon valós értelmezése, a természet eredendő működéséhez való hozzáférés joga és lehetősége. Nem az, hogy milyen, hogy van fényezve az autód, amelyik. Tehát, hogy, hogy jó, tehát a tehetetlenség érzés, becsapottság, tehetetlenség, és a harmadik pedig a hitetlenség. Az, hogy ezen a szinten akarjuk megoldani az ember szintjén, vagy átlátni, megoldani, és nem merjük odaadni a magasabb rendűnek mert már nem hiszünk benne, tudjuk, hogy nem. Igen, vasárnapunként igen, de azért mégiscsak. Tehát, hogy tehát ez, ez, a, ez a túlzatan átmaterializáltsága a világnak, ez pusztít. És így is lehet tenni ellene a, a becsapottság ellen azt mondani felnőtt emberként, hogy hopp, akkor, akkor sajnos ez nem úgy van. Sajnos úgy néz ki, hogy az összeesküvésesnek nevezett elméletek jobban megmagyarázzák a világ működését, mint, esküdetlenek, mint a esküdetlenek. Hivatalos narratívák. Mint a hivatalosak. De, de nincs stb. tehát ezt, ezt feltárni, hogy jé, akkor jé, lehet, hogy úgy tűnt, hogy jó levezetni a vizeket, egy vízhiányos terület, egy csapadékányos területről levezetjük a vizeket. Hát ki talált ezt ki? Jó, vagy pedig csak nem. Tehát, hogy egy, így átstruktúrál, ez egy nagy szellemi lépés, nem drága, de annál de fine, nehezebb, most. így van. A másik a tehetőség. Tessék, akkor tenni. Kinek mi? Balkonláda, nagyon jó. Nyugi, mindenki meg fog halni előbb-utóbb, mert hogy 100, 120, 200, 300 éve, tehát élünk, jó. Akkor ha ő balkon, akkor balkonláda. Hát a boldogsága... 120, 130 körül van a max. Jó, én nem... Magyarországon a házaspár esetében, ha kettőt összeadjuk. Tehát, hogy... hogy mert ugye, ugye tudjuk, hogy a pár az ember, minőség az a férfi és a nő együtt, nem vagy. Na minden esetre, hogy, hogy tehet, de hogy tenni valamit, hogyha államtitkár, akkor pláne, ha, ha szakaszmérnök, vagy mit bármi, vagy műsorvezető, tehát hogy tegyen, vagy akkor, és akkor a te egyébként az gyógyít, tehát fizi pszichológiailag ö gyógyít, hogyha tudsz csinálni valamit. Meg ez a szegény kis állattartás ugye a városban, ugye ez a pótcselekvés egy kutyával kevesebb baj van, mint egy férjel. Tehát, hogy, hogy ilyesmi. De ne csak beszéljünk de, te, az is. De hogy tesz, kimegy, akkor akkor homokzsákol adott esetben, hogyha árvízi veszélynek látszik, hogy van. Hát akkor, az, akkor az, hogy mielőtt esetleg... csinál egy, kis bocsánat, keretet. csak miért, mert biztos, hogy a nézőknek rögtön, főleg, hogyha egy valami fajta rossz is van bennük velem szemben, hát. mondjuk politikai szembenállás, mert akkor rögtön, benzek, te is csak pofázolodta a, a műsorba. Jelzem, hogy én gyümölcsfákat, zöldséget, ja. gyepet, tehát én és, és én keményen melózom. Tehát akkor én ezt jól csinálom, én jól, megteszem, amit. amit jól segítek, Birgét is így csinál. Tehát földbe fekteti a vagyonát. Nem e, a... Igen, tehát, hát hogy... nem ugyanazt a nagyságrendet fektetem, mint amit a, a Birgés, de én, valóban én is. Én ezt, is abba fektettem. Tehát, tehát ez, a, ez a jó, ez mi a jó. Ez irány. közös bennünk, ez így hármunk közös. <laughs> Már is egy igen. csapat vagyunk, tehát Bill gates Mondom, a természet működéséhez való hozzáférés joga és lehetősége hogy legyen hova kimenned és oda tenned a tyúkot, legyen tyúkod, és leteszed, na ez az enyém, már hogy itt, itt van joga legelni, Ami. összeszedi, mert összeszedi, tojik, mert tojik, stb. És akkor már van tojásod, amíg el nem veszték mások. Igen, tehát fegyvered is legyen a föld mellé, van, aki ezt mondja. Ez a közösség, ez, a, egy ez 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 másik három pont, a fenntartatóság feltételeinek három pontja. Egy, mű, egy működő államszervezet kell hozzá, Igen, a, a közösség az ilyen szempontból értendő, és a törvények, szabályok is, ez megint egy kulturális kérdés, de abszolút van rá válasz. Tehát a tehetőség, hogy tenni kell így, és akkor már, de nem is az, hogy akkor te megmaradsz, mert neked van tyúkod a nagy összeomlásba, stumpbíró, ne, nem is ez, hanem hogy a mindennapjaidat nem keserítette meg a rettegés, hogy már megint itt a harodik emeleten földrajztanárként be kell mennem a fizetésem miatt abban a nyomorult gimnáziumba, ahol a gyerekek úgyis se foglalkoznak semmivel se. és az eleve hamis a, a minden, amit veszek, a, jó, amit a kultúra... De a falusi földrajz oké. Okay. Ugyanez. 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 Persze. Sőt, sőt annyi, hát annyival van rosszabb, hogy a városba vágyik. A falusi iskolákban van iskolakert? A falusi gyerekek járják a határt? Ki Ismerik? Gomba, szánkózás, az most már hoz, is kérem, mindegy. Tehát, hogy van, Hát a falut a faluta visszaköltöző városiak tudhatják megmenteni, azzal ez a ez mentalitással. Mitőr, de tényleg? De azzal a tudással, ami elveszett a faluból is. <laughs> Tehát, hogy elég nehéz, itt Magyarországon eléggé megszakadt, Székelyföldön éppen most szakítják meg, de ott esetleg jobb a helyzet, legalábbis elvileg. De erről van szó, jó. És a hit, hit a harmadik, a hitség. Hogy azt mondom, hogy én megtettem, ami rajtam múlott. Itt megtettem? Meg. Az én napom, meg a más napom, meg az előző napom, meg a az én életem, az, az úgy meg, megvan. Megcsináltam, megvan etett a jószág, meg lekaszáltam, nem térköveztem le, stb. Tehát ezeket megcsináltam. Onnantól nem az nem én dolgom. Múlik. Nem az én dolgom. És nyugi, úgyis, most melyik irányban mondjam az úgyis? Egyrészt úgyis meghalunk, másrészt úgyis jó lesz. Tehát, hogy úgyis az lesz, ami lesz. Tehát, te, tehát hogy van valahogy, és úgyis Na, Jó, ez és lá, ez az, lá, ez az a hitettség, hogy, hogy, van, hogy van egy gondviselés ráadásul, ami megoldja, és evolúciós szinten meg biztos, hogy megoldja, meg, meg mindegy, ez nem az, nem az ember szint, azért, hogy te szorongjál miatta, az... Az, az már oh, ez, már, ez, már, nagyon mély jó, és messzire vezetne, mert ugye ez, ennek egyrészt van egy, egy hitbéli, spirituális része, hogy fogadjuk a el. A, a nincs meg így van, van, így van, hogy fogadjuk el, hogy nálunk sokkal nagyobb szellemi erő irányítja a világot, és, és, és jó értelemben alázkodjunk meg előtte. Igen, és, ebben és nem az, az Isten egy nagyon nagy segítséget nyújt. Ez ugye ebben az esetben ez, 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 nagyon fontos. De ugye van egy olyan, olyan pszichológiai oldala is ennek, hogy hogy az ember ne akarjon állandóan, ne akarja kontroll alatt tartani a környezetét, mert nem tudja. Tehát ugye egy, ezt mondják. Vagy is ne ezt, úgy, igen. És ugye ezt már hogy mondjam, már szinte közhely válta a pszichológiában, hogy egyetlen egy dolgot tudunk befolyásolni, igen, saját, saját a gondolatainkat. Igen. Tehát hogy bármi történik, amit a arról gondolunk. nem biztos, de amit csinálunk, azt. Hát az, hogy amit az adott történésről mi gondolunk, ahogy igen. megéljük, ahogy inkább nem is gondolt az igen. érzelmeinket valamennyire, ahogy arról kapcsolatban érzünk, tehát hogy el kell fogadnunk, hogy tegyünk meg, tehát összefoglalva, hogy ugye tegyünk meg mindent, amit a lehetőségeink engednek, és utána bízzuk a jó Igen. körülbelül. Igen, és ez ez, 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 ez tradicionálisan. Ne akarjuk tradicionális se ne akarjunk mérnökösködni se a természet, se a társadalom fölött. Meg nem is kell. Tehát, hogy mondjam, ne, tehát nem hülye a természet. Tehát ez, ez onnan indult ki, hogy szegény, hogy szakirodalmi szöveget idézek, szeszélyesen kígyózó medrébe bebarangolta a tisza az alföldet. Részege, ment hazudat, nem tudta. De szerencsére jött a 19. század a mérnökkel, és megmutatta neki, hogy hogy kell szépen egyenesen átfolyni az alföldet. És mi van akkor, hogyha nem akart szépen egyenesen átfolyni? Szépen görbén akart átfolyni egyrészt, mert nem le akarta vezetni a vizet. Nem, felismerte a modern ember, hogy a folyó a vizek vezetésére való, levezetésére való, átvezetésére való. És ha nem, mi van akkor, hogy a folyó a vizek vezetgetésére való? Mi van akkor, hogyha medeltározásról, ha beszélünk, hogy ott kell tartani a vizet, egy 10 egy kilométeren, a 10 kilométert meg lehet tenni egyenesen, hatékonyabb, ha az a hatékonysági mutató. Meg meg lehet tenni 20, meg 50, meg 100 kilométeresen is, ugye, meanderezéssel. Fel van találva a természet által. Na most a 100 kilométeres mederbe, 10 szer annyi fél, fél a 10 kilométeres mederbe. Jó, hogy nem pont ezt akartuk? Ja, és nem kell hozzá dúzasztás. Akkor, tehát akkor nem a folyó volt a hülye.